Szia, köszöntelek a csatornámon. Igen, jól látjátok, kopasz vagyok. Ennek most van egy kis külső beavatkozás miatt egy kis oka, egyébként minden rendben. Csak azért mondom el ezt, mert vannak sokotok, akik ugye e-mailt ír nekem, vannak jó kívánságok, vannak kevésbé jó kívánságok. Na de vágjunk is bele a mai témába. Na, most amiről szeretnék nektek beszélni, már egy-két videó erejéig beszéltem arról, hogy kik azok az unalmas életű emberek, és kik azok az emberek, akik, ha nincsen probléma, akkor mindenképpen ilyen ungarise, tehát a nagy magyar megmondók, hogy ha nincs probléma, akkor csinálnak problémát, és ezt szeretném szemléltetni. Körülbelül ez egy másfél hetes történet, amire ez a videó ki fog kerülni, tehát ez viszonylag friss, egy másfél hetes történet, és most szeretném nektek szemléltetni, kedves nézőim, hogy mik is azok az unalmas élet, és hogy mi, amit ők gyakorlatilag képviselnek, tehát milyenféle nézetet, gyakorlatilag gondolatküszöböt, ezt máshogy is megfogalmazhatnám, stb. És szeretnék nektek elmondani, illetve elmesélni egy nagyon-nagyon tanulságos történetet ebben kapcsolatban. Na, mi történt másfél héttel ezelőtt? Egyszer csak azt azért tudni kell, hogy én ahol élek, tehát egy viszonylag olyan átlagos méretű kert, tehát egy olyan, most hülyeséget nem akarok mondani, egy 5-600 négyzetméteres kertről beszélünk, és annak idején én azért eléggé sokat foglalkoztam vele, tehát a kerttel, hogy maga szintezni kellett. Tehát én annak idején megbeszéltem a családomban valakivel, hogy szeretném nem feltétlen egy nő miatt, hanem maga miatt is, mert hogy szeretem az igényességet, próbálok minél igényesebb lenni, és azért én szeretem, tehát azért én nekem olyan a mentalitásom, meg a stílusom, hogy azért a lehetőségeimhez képest szeretek valami fajta stílust fölvenni, valamint szeretem az igényes munkát. Ugye rengeteget dolgoztam annak idején, főleg amikor vagyonőrködtem munka mellett ilyet, de volt, amikor általános iskolás voltam, vagy amikor középiskolás is voltam, és azért én eléggé sokat foglalkoztam a kerttel, és kérlek szépen titeket, ugye megvolt a füvesítés, na most azt azért tudni kell, hogy nálunk a füvesítés az nem műfű, hanem rendes fű. Tehát amivel évente újítgatni kell, foglalkozni kell, nyírni kell, locsolgatni, és mi egy olyan szerepet szánunk a fűnek, hogy egyrészt a gyümölcsfáknak, hogy jól körül lehessen járni, kettő valamilyen szinten egyfajta hangulatot ad a kertnek, egyfajta rendezett, egységes, igényes, illetve harmadrészt a funkcionalitásában pedig, hogy felszívja a nedvességet, tehát amikor rengeteg az eső, akkor ne legyen saras, ne tocsogjunk a sárba, hanem valami ilyen funkciója is van. De hogy a durva az egészben az, hogy az egyik kutyánk az 8 éves, a másik kutya az pedig most lesz szeptemberben 4 éves, és képzeljétek el, hogy az egyik, el nem tudtam képzelni, hogy mi ez a hang, hát egy olyan másfél hónapja már ezt hallottam. És akkor hozzáteszem, tehát a történetet még kiegészítem ott, hogy a családomban valaki rendelt két ilyen terméket, és nyilván mivel azért youtuber vagyok, meg rugalmasan megszoktam a dolgaimat oldani, most kivételesen hétfőtől péntekig sehova nem mentem el, hozzáteszem nektek, tehát itt múlt hétről beszélünk, és nem nagyon szokott nálam ilyen lenni, hogy tényleg ne menjek valahova el, ne vegyek föl valamit, stb. Tehát nem nagyon szokott nálam ilyen lenni. Kész, most egy hét, tehát 5 napig itthon intéztem a dolgokat, úgyhogy most ez kivételes alkalom volt, és egyszer csak mit ad Isten, hát hallom, hogy egyfajta ilyen sziréna jellegű a dolog. Kimegyek, és képzeljétek el, hogy az egyik ős, tehát aki régóta már az utcában lakik, az egyik szomszéd, képzeljétek el, hogy egy ilyen
mutatom így körülbelül egy ekkora ilyen hangfegyverre, idomította a kutyát úgy, hogy a kerítéshez odament, és akkor rászóltam, hogy mi a nedves fasz képzel, de, tehát szó szerint ebbe a stílusba, és akkor egy kicsikét szembesítettem, és egy eléggé vita, tehát egy eléggé súlyos konfliktus lett közöttünk, és megkérdeztem, hogy ez miért jó. Tehát mondom, el nem tudtam képzelni, hogy mondom másfél hónapja, hogy körülbelül mi ez a hang reggelente, napközben és estefele is, tehát el nem tudtam képzelni. Amire ő, képzeljétek el, tehát azért nagyon sokat tűrtünk neki, és én ebből be is számoltam a családomnak, hogy milyen ember ő pontosan, hogy mondom neki, hogy egy kicsit gondolkozz már, hogy mit csinálsz. Mondom, te is személy és vagyonőr vagy. Mondom, én 3 évig vagyonőrködtem. Mondom, ezt tudod, mi ez a bűncselekmény, amit te csinálsz? És akkor nézz így rám, hogy hát mert hogy nem tud pihenni. És figyelj csak, mondom, ez amit csinálsz, mondom, hiába legális, mondom, ez állatkínzás. Tehát ezt úgy hívják, ezt a bűncselekményt, hogy állatkínzás. Mondom, szerinted nekem az hogy esik, mondom, hogy a családomban van egy idős beteg ember, 2,5 hete, nem tudjuk, mi a problémája. Akkor a családomban mások ugye dolgoznak, én ugye youtuber vagyok, nekem rugalmas, tehát teljesen más az életciklusom, és akkor mondom, alapból mondom, a héten alapból itthon vagyok, és mondom, ne haragudj, én erre megyek ki, hogy mondom, te szórakozol, és úgy képzeljétek el, gyerekek, hogy délelőtt 10 óra után, tehát ilyen 10:45, tehát fényes nappal 10:45 környékén, és vannak, és akkor szembesítettem az illetőt, hogy és szerinted ez neked hogy esne, mondtam az illetőnek, hogyha mondjuk én átmennék a szomszédba, és este 11 órakor, mert hogy a kutyátok ugat, hogy rádverném az ajtót, meg ottan dühöngenék, mondom neked, csak hogy gondold bele magad a példát, tehát az esetbe, hogy te hogy éreznéd magad, és akkor így néz rám, mert hogy azt mondja, hogy egy kutyának több joga van, mint egy embernek, mondom, nem erről van szó, csak mondom, tudod, ez olyan dolog, hogy te elkövetsz valamit, és nem vállalod a felelősséget. És nagyon sok ilyen unalmas életű ember vagy. Tehát én mondtam neki, vagy nagyon sok ilyen unalmas életű ember van, és képzeljétek el, hogy én mondtam neki, hogy mondom, ilyen a világon nincsen, tehát mondom, ilyen magyarországi vagyonőri munka, hogy 8-tól 16 óráig. Én azért elég sok helyen megfordultam, volt, ahol hosszabb időig, és ez a 8 órától 16 óráig, aki hétköznap csak dolgozik, tehát ilyen munkája nincsen, 2, megmondom, nagyon ráérsz. Mondom, 51 néhány évesen, mondom, ne haragudj, ennyit ad ki az eszed, hogy mondom, ilyen, mondom, ennyi erővel oda mehetnék a másik szomszédhoz én is, hogy figyelj csak, este 9 órától hajnal 3-ig akkora fényforrás van a kertetekből, hogy a siófoki gyakorlatilag palást, meg egész fél siófokot meg lehetne világítani, de mégis mondom, nem szólok be, mert a szomszédom. Akkor a másikhoz oda mehetnék, hogy bazd meg, figyelj már, 8 éve te folyamatosan flexelsz, és nem az, hogy időnként, hanem minden napja abból áll, hogy vagy füvet nyír, vagy szegény nyírózik, vagy ez, vagy az, vagy amaz, mondom, ennyi erőbb, akkor másik szomszédhoz is, hogy motorozgat, meg brümmögteti a motort, meg mondom, ennyi erővel hozzátok is oda mehetnék, hogy este 11 órakor én is mondhatom azt, hogy nem vagyok rád kíváncsi, meg hogy stb. Véleménye sok mindenről lehet az embernek, mondom, de mondom, egy kicsit gondolkozzál majd, mit csinálsz. És akkor elkezdte, képzeljétek el, így elkezdte így folytatni, hogy voltak itt múltkor ilyen önkormányzati, ugye, ezek a fűnyírósok, és akkor mondták azt a kutyáknak, hogy bassza föl a kurva anyját, meg a gazdáját, meg stb. És akkor mondom neki, hogy figyelj csak, most én adjak jelen hibás embereknek a véleményére. Mondom, én nem voltam mindig ezen a szinten. Tehát mondom, voltam én is, amikor 2 hetet leúztam parkgondozóként, belelágtam ebbe a világba, én többre vagyok képes. Tehát most azért, nehogy már gyerekek, azért 2022-ben ott tartsunk, hogy szenvedélybeteg meg olyan embereknek a véleményére én adjak, hogy ő mit csinál meg, stb. És akkor képzeljétek el, hogy ezt így kitalálta, hogy hát, hogy ő ezt így fogja használni, mert hogy ez illegális, meg stb. És akkor még ő van fölháborodva a szomszédom, hogy ez birtokháborítás. Mondom, mi a birtokháborítás, hogy áthallatszódik néha a hang?
Mondom, és amikor a te ti kutyátok ugat, megmondom, az unokaöcsét csinálja a palábert, este 11 órakor részeg, nem normális haverjaival, akik be vannak baszva, azt össze-vissza dülöngének, megmondom, itt mondom, ahogy bejön a jó idő áprilistól egészen szeptember végéig, mondom, minden nap ez van. Vagy mondom, én is akkor ezt tegyem, szóval, hogy este 10:30-kor brümmögtetitek a motort, amin műszaki nincsen, nem hogy engedély, tehát stb. Tehát mondom, most akkor legyek én is ilyen geci. És akkor így néz rám így gyerekek, és így nem ért. És akkor így szépen így és úgy képzeljétek el, hogy 10-15 percig vitatkoztunk a semmivel, és ebben azt akarom nektek mondani, hogy ilyen beteg lelkű emberek vannak, hogy nem hogy érted, vagy nem hogy értitek, tehát hogy nézne magának egy nőt, vagy kicsit mással foglalna el magát. Mondom, én is mondom érdekes módon, pofon egyszerű, napközben kiszellőztetek, mivel ahol élek, meg olyan a hálószobám, hogy nincsen klíma, napközben kiszellőztetek éjszakára, amikor lefekszek, mielőtt lefekszek, becsukom az ablakot, mert nem vagyok másnak a dolgaira kíváncsi. Vagy mondom, amikor például éjszakás voltam, amikor vagyonörködtem, akkor is mondom, hazaértem 6:30-7 órára, becsuktam az ablakot, azt fölkeltem 1:30-2 órakor, vagy 1 órakor, mikor, hogy, és mondom, én nem hibáztattam napközben, hogy az egyik vés, a másik mit csinál. Tehát azért mondom, gondolkozunk már, és azt akarom ebben nektek szemléltetni, hogy nagyon türelmes voltam, de vannak olyan dolgok, amit már nem nagyon tudok szó nélkül hagyni. Tehát és azért ez pont olyan volt, tudjátok, hogy még annak idején nagyon sokat is segítettem nekik, disznóvágáskor beálltam, le se szarták mások ezt az egészet, beszálltam hozzájuk, fölemeltük a traktorra a disznót, a traktorról rámeltük az utánfutóra a disznót, meg más egyéb dolgokban is segítettünk, és akkor folyamat, mert hogy az emberek. Tehát azért azt akarom ebben mondani, hogy rengeteg ilyen geci, unalmas életű ember él Magyarországon, meg ebbe az országba. Úgyhogy én minden esetre befejeztem a kommunikációt. Ja, és még annyit elárulnék, hogy gyakorlatilag ebbe is szembesítettem, hogy a közúti táblának a megrongálása, ez is valamilyen bűncselekmény, valamint az is bűncselekmény, hogy azért ez az, hogy nekem tűnöm kell csak egy ideig. Tehát az, hogy te odamész a kerítéshez, és szándékosan, amit most én tetten értem az illetőt, és szándékosan állatkínzás, tehát garázdaság, önbíráskodás, állatkínzás, azért nem kell mindent tűrnöm. Tehát én elhiszem, hogy nagyon sokan úgy vannak ebben, hogy tűrnöd kell, mert hogy te youtuber vagy, meg stb. Abszolút nem. Nem kell tűrnöm. Ha nem működik a kommunikáció, akkor rá kell hagyni. És a másik dolog meg, hogy azért én kíváncsi lennék ilyen ti közületek, ilyen beteg lelkű, unalmas életű emberek, főleg akiket így munkahelyen is megismertem, és esetleg követgetnek itt a YouTube-on, hogy így élőben, amikor van egy ilyen rendőrségi szituáció, hogy mondjuk te följelentesz engem, és én mondjuk szembesítelek így, mint egy ilyen tükör, hogy amiket így elkövettél ellenem, hogy közületek ki lenne az, aki ezt így egyáltalán bevállalná, meg amikor pofára estek gyakorlatilag, én arra lennék még kíváncsi, hogy így közületek így kiviselni ezt, amikor így gyakorlatilag így beforgatnak a saját hülyeségetekbe. Mert ezeket az embereket nem nehéz beforgatni a saját hülyeségükbe, csak ugye az a baj, hogy nem találtak még emberükre. És ez körülbelül gyakorlatilag a dislike-olókra, vagy a dislike-olókra is el lehet ezt mondani, hogy gyakorlatilag beteg lelkű emberek. Mert hogyha én nem akarok valakivel foglalkozni, akkor nem foglalkozok vele. Kikapcsolom, letiltom, stb. Nem nézem meg. Vagy egész egyszer, hogyha nem tudok valakivel azonosulni, akkor nem foglalkozok vele. Úgyhogy a kérdésem pedig az volna hozzátok, kedves nézőim, hogy ti, amikor a kutyátokat vagy a macskátokat egy ilyen dolgon tetten éritek, hogy valaki bántalmazza, hogy mit tesztek? Na, ezt írjátok le kommentbe. Sziasztok!